Egy igen különleges LEGO kiállítás van a Dériné Kulturális Központban. Felkli János és barátja hozta el magángyűjteményét Szekszárdról és Kiskunhalasról. A kiállított tárgyakat ők tervezték és építették. Mindkét kiállító gyerekkora óta szereti a LEGO-t. Egy fórumon találkoztak, összebarátkoztak, és azóta együtt mutatják meg építményeiket az ország gyermekeinek. Hát már gyerekkorunk óta szerettük a LEGO-t, és igazából egy fórumon találkoztunk, egy LEGO-s fórumon találkoztunk, és onnantól kezdve összebarátkoztunk, és gondoltuk, hogy megmutatjuk az építményeinket az ország gyermekeinek. A legkisebb kockától kezdve mindent ők terveztek, építettek. Mindegyikre büszkék, mert nincs két egyforma. Minden olyan van, amit máshol nem igazán látni, úgy ember, nincs két egyforma ember, két egyforma gondolkodású ember. Tehát itt a mi fantáziánkat éljük ki. Mindenkinek, mindegyikünknek megvan a kedvenc témája, amit szeret építeni, a középkortól kezdve az ősemberekig, a modern városig. Úgyhogy mindig megbeszéljük az ötleteket, hogy mit kéne még esetleg változtatni, vagy mit kéne még csinálni, és akkor megtervezzük és megépítjük. A fantáziájukat élik ki a tervezéskor. Mindegyiküknek megvan a kedvenc témája, a középkortól kezdve az ősemberekig, a modern városokig. A terveket aztán apró darabokból megépítik. Sokszor van az, hogy elkezdjük építeni az építményt, és félúton le kell bontani, mert nem úgy jön össze a dolog, ahogy mi elterveztük. Úgyhogy mondhatnám azt, hogy igen sokat kell vele foglalkozni, hogy ilyen szépek legyenek. Sokszor többször újra tervezik, építik, egy-egy jelenetüket, építményüket mire jónak találják. Nem húznak strigulákat, hogy hány kocka van egy építményben, csak megcsinálják. Mi, amikor elkezdjük építeni, mi gyakorlatilag benyúlunk a dobozba, kiszedjük a kockát és elkezdjük rakosgatni. Nem húzzuk a strigulákat, hogy most egy kocka, két kocka, három kocka, hanem nekiállunk és építjük. Nem foglalkozunk azzal, hogy hány darab kerül be, de igen, szerintünk van több százezer kocka benne. A kiállításra jó részt bedobozolva viszik munkáikat, a helyszínen csak ha javítani kell, azt végzik el. Valamilyen szinten nagy blokkokra van szétszedve, tehát otthon azért előkészülünk, mert itt azért másfél-két napunk van építeni, tehát ezt mindent nem lehetne előről megépíteni, de így is elég sok munka van, ugye hát most mondtam, hogy két napig építjük mi a kiállításokat, mire a közönség láthatja. Fontosnak tartják, hogy a gyerekek kézbe vehessék a legókat, így van egy olyan asztal, ahol ezt megtehetik. Próbáljuk úgy csinálni a kiállítást, hogy a gyerekek szeretnek hozzányúlni dolgokhoz, valamit megfogni. Próbáljuk interaktívvá tenni, hogy a gyerekek is bekapcsolódhassanak a LEGO városok, meg a LEGO építmények életébe. Igen, és középre igen tettünk egy kis játszós asztalt, hogy tudjanak játszani, de tudják vezetni a kis energiájukat. Interaktív a kiállítás, a gyerekek több dolgot is kipróbálhatnak. Vonatot, egy-két darut, amit kapcsolóról irányíthatnak, villogós autók és terepasztal is van. Rengeteg olyan dolgot csináltunk, ami működik, tehát a vonatok, akkor egy-két darú, amiket gyerekek kapcsolóról irányíthatnak, villogós autók, mindenféle van, amivel a gyerekek tudnak játszani, úgy, ami a terepasztalon van. A következő ötletek, témák megvannak, de előbb a meglévőket variálják, még látványosabbá teszik a kiállítók.